Sziasztok, ez itt az Easy Hungarian. Én Gábor vagyok, mögöttem a magyar-portugál, a mai kérdésünk pedig az, hogy miért a labdarúgás? Miért van az, hogy az egész ország megőrül, hogyha labdarúgásról van szó? Mert hiányzott ez már mindenkinek. Hát én 69-es vagyok, én 86-ban ugye voltam 17 éves, akkor volt utoljára ilyen magyar válogatott. Azóta sem. Szerinted miért a labdarúgás az, amitől ennyire meg tud örülni az egész ország? Hát mert mégiscsak ez a legnépszerűbb sport a világon, és ez mutatja meg valamilyen szinten, vagy egy országhoz tehát fejlettségben, hogy milyen a foci csapata szerintem. Egyrészt nagyon jól összehozza az embereket, és tényleg csak ismételni tudom, amit a Lőrinc mondott, tehát ez a világ egyik legnépszerűbb és legjobb sportja. És most ha megnézed, hogy itt mi van, meg az egész városban és a világon, azért elég durván összetényleg tudja hozni az embereket. Hogy tetszik a válogatott játéka az EB? Ez a meccs, vagy úgy összesen? Ez a meccs. Hát szerintem eddig ez a legérdekesebb. Megérdemelték az egyenlítést a portugálok? Nem. Ez szerintem nagyon jól védekezünk, és azért a támadásaink is egész szépek meg. Szépen támadunk. Szalai is jó most jó. Nem mindig, de most jó. Hogy tetszik a magyar válogatott játéka ezen az EB-n? Az az igazság, hogy innen eddig sok mindent nem láttam, csak hallásból ítélek. Úgyhogy amit hallottam eddig, az jó. Hogy tetszik a magyar csapat játéka? Hát nagyon. Nekem nagyon. Mert azért tetszik, mert az Izland ellen föl tudott jönni, pedig ugye először ők vezettek, és ez nem volt korábban, azt hiszem, jellemző. Ha kaptunk egy gólt, akkor szétesett a csapat. Én meglepődtem, én sokkal rosszabb szereplésre számítottam, de nagyon örülök neki. Most már tovább jutottunk, és szerinted hogy fogunk későbbiekben szerepelni? Én nagyon remélem, hogy ennél tovább is tudunk jutni. Most lehet, egy kicsit elhetetlen, mégis, hogy úgy gondoltam először, hogy nem is jutunk tovább a csoportból, de most már bizakodó vagyok. Azt játsszák, amit kell, egyelőre. És meglepett, vagy pedig vártad? Igazából nem lepett meg, mert kim voltunk a norvégok ellen meccsen, és ott is már lehetett látni, hogy jól játszanak a magyarok, úgyhogy nem lepett meg. Én ezt vártam tőle. Végre. Szerintetek miért van az, hogy a labdarúgástól őrül meg az egész ország leginkább? Mert most van az EB. Illetve Újpest, Fradi és mindenki együtt szurkol ilyenkor a magyarokért. Mert hogy rég volt EB-ként, és most nagyon. Igen. Mert összefogja az embereket. Ez egy összetartó erő. Csak meg kell nézni. Reméljük tetszett. Ez volt az Easy Hungarian. Sziasztok! Hogy fogunk szerepelni a kieséses szakadban szerintetek? Hát remélem nyerünk, de elég erős ellenfeleink vannak. Hát szerintem is.